This will truly be the golden age of America. Amikor Donald Trump elnök úr volt a Fehérház lakója, magyar-amerikai politikai kapcsolatok a csúcspontjukon voltak. Prime Minister Orbán treated this election like a card game at a casino. Kirgizisztánban voltam, amikor Donald Trump győzött, és ott a vodka készletet csapoltuk meg. Nem csoda, hogy Orbán Viktor és a teljes magyar kormány is rátörgött az amerikai elnök választásra. TV-viták, egy merénylet kísérlet, a volt elnök elítélés egy büntetőperben, majd a hivatalban lévő elnök visszalépése, a rendkívül fordulatos 10 hónapos kampány után pedig Amerika választott. Mióta Donald Trump megjelent az amerikai politikában, visszatérő kérdés, hogy veszélyezteti az Egyesült Államok demokratikus berendezkedését. A legerősebb példa erre 2021. januárja volt, amikor az elbukott választás eredményét megpróbálta megmásítani, majd amikor ezek a kísérletei kudarcba fulladtak, feltüzelte a híveit, hogy rohamozzák meg a törvényhozás épületét. We're gonna walk down to the Capitol, and we're gonna cheer on our brave senators and congressmen and women, and we're probably not gonna be cheering so much for some of them, because you'll never take back our country with weakness. You have to show strength, and you have to be strong. Azonban hiába gondolták sokan, hogy innen nincs visszatérés a narancssárga milliárdos számára, közben annyian lettek elégedetlenek Joe Biden adminisztrációjával és az elszálló inflációval, ami lehetővé tette a visszatérését. Így ismét ő lett Biden ellenfele. És az elnökjelölti vita után úgy is tűnt, hogy simán meg fogja nyerni a választást. I got my handicap, which when I was vice president, down to a 6. And but by the way, I told you before, I'm happy to play golf if you carry your own bag. Think you can do it? That's the biggest lie that he's a 6 handicap of all. I was an 8 handicap. Yeah. 8. Never. But I have, you know how many. How, I've seen your swing. I know your swing. Ezután pedig még rá is lőttek, amiből ikonikus Trump pillanat lett. Tisztelt hölgyeim és uraim! Dráma. Mit akart tegnap kifejezni azzal, hogy egy szalvétát tett a fülére? Egyfajta tiltakozás volt annak a nemzeti színű fülvédőnek a fölhelyezése. A nemzeti színű fülvédőket látva, azonban a demokraták is meghúzták a váratlant, és lecserélték a sokak szerint már túl öreg elnökjelöltjüket. Crazy Kamala! Do you think Donald Trump is a fascist? Yes, I do. Kamala, no, it's Kamala. Here we go. And here's the problem. Lying Kamala. I'm having a lot of fun here. Trump azonban nem csak a saját biztonsági őreinek sütött sajtburgert egy lezárt McDonald's-ban. Az egyre váratlanabb fordulatok között a volt elnök még kukás embernek is beöltözött. Mindezt azután, hogy Biden el akarta ítélni azt a stand-upost, aki Trump egyik kampányeseményén úszó szemétszigetnek nevezte Puerto Ricót. Azonban olyan volt, mintha Biden az összes Trump támogatót nevezte volna nyíltan szemétnek. Well, let me tell you something. I don't know the Puerto Rican that I know, or Puerto Rico where I'm in my home state of Delaware. They're good, decent, honorable people. The only garbage I see floating out there is his supporters. Ezt kihasználva pedig Trump nem csak hogy beöltözött kukásnak, hanem arról kezdett el beszélni, hogy 250 millió amerikai már pedig nem személy. 250 million people are not garbage. I can tell you who the real garbage is, but we won't say that. Azonban a legnehezebb dolga a kampányban a Springfieldieknek lehetett. Ők ugyanis a kisállataik életéért járultak a szavazóurnákhoz. In Springfield, they're eating the dogs, the people that came in, they're eating the cats, they're eating the pets of the people that live there. Trump ugyanis a második elnökjelölti vitába beemelte azt a teóriát, hogy az Ohio-ba költöző haiti bevándorlók szívesen rabolják el, majd eszik meg az ott élők macskáit és kutyáit. A vita műsor vezetője pedig hiába cáfolta élőadásban, hogy a bevándorlók macskákat ennének. Ekkor már késő volt, az internet pedig elszabadult. Trump a kampányában meghirdette az amerikai történelem legnagyobb deportálási programját, valamint az árak leverését,
és olyan emberek támogatták, mint például Elon Musk. Míg ezzel szemben Harris az abortuszhoz való jog megvédését tette az egyik fő témájává, amiben többek között Beyoncé is támogatta. Ladies and gentlemen, please give a big, loud Texas welcome to the next president of the United States. És bár ő volt Amerika történetének első fekete női elnökjelöltje, mégse az identitására, hanem az életének egyéb elemeire, mint például a középosztálybeliségére helyezte a hangsúlyt a kampánya során. Amerika végül döntött. Our country has never seen before nothing like this. I want to thank the American people for the extraordinary honor. This will truly be the golden age of America. That's what we have to have. This is a magnificent victory for the American people that will allow us to make America great again. Ráadásul már az is biztos, hogy Trump ezúttal nem csak az elektori szavazatokat nyerte meg, hanem rá is voksoltak a legtöbben. Ha pedig minden kampány ígéretét beváltja, akkor lehet, hogy nem is ez lesz az utolsó ciklusa. Egy kampányeseményen például arról beszélt, hogy az Egyesült Államokban megengedett 2 ciklus helyett ő akár 3x4 éven át is vezetné az országot. De olyan is előfordult, hogy azt mondta, ha ő nyer, akkor a keresztényeknek többé nem kell szavazniuk. Amikor pedig egy műsorvezető arról kérdezte, hogy ugye nem élne vissza a hatalmával, hogy embereket üldözzön, Trump annyit válaszolt, ő csupán egy napig tenné ezt, és lenne diktátor. You are promising America tonight. You would never abuse power as retribution against anybody. Except for day one. Except Look, what? He's going crazy. Except for day one. Meaning? I want to close the border and I want to drill. That's drill, not a, that's drill. That's not oh, no. That's not retribution. I got I'm going to be you know, he keeps We love this guy. He says you're not going to be a dictator, are you? I said no, other than day one. We're closing the border. And we're drilling. After that, I'm not a dictator. Okay? Az ilyen kijelentései miatt is visszatérő kérdés, hogy veszélyezteti az amerikai demokráciát. Trump visszatérése pedig a hazai politikában is kiemelt téma volt. Orbán Viktor szinte magyar belüggyé tette az amerikai választást. Ugyan úgy tűnik, hogy mi a világpolitikáról beszélünk most itt, amikor az amerikai elnökről beszélünk, meg a háborúról, de valójában mi a magyar háztartásokról beszélünk. Nagyon közvetlen összefüggés van a világban mozzajló nagy változások, meg az emberek zsebében lévő pénz között. Amikor Donald Trump elnök úr volt a Fehérház lakója, abban az időszakban a magyar-amerikai politikai kapcsolatok a csúcspontjukon voltak. Bontottunk ugyan Pezsgőt is, de Kirgizisztánban voltam, amikor Donald Trump győzött, és ott a vodka készletet csapoltuk meg. A jelszó, ami sikerre és győzelemre visz, nem más, mint maga, mega, mába. A választás estéje óta a kormány és a Fidesz pedig már nem csak a milliárdos győzelmének örül, hanem hogy ez David Pressman amerikai nagykövet távozását is fogja jelenteni. Prime Minister Orbán treated this election like a card game at a casino. And he placed a very big bet. Pressman úrról sok mindent el lehet mondani, azt, hogy tiszteli a magyarok döntését, és nem akar beavatkozni a magyar belügyekbe és belpolitikába, speciál ezt nem lehet róla elmondani. Amikor ugye David Pressman itt szóba költölök, hogy most már nem csomagolja a kis cuccait, és nézi a repjegyeket, hogy melyikkel lehet hazamenni. Pressman nagykövet úr a Cövcök álláspontja szerint nem tisztelte az első pillanattól fogva Magyarországot, a magyarok többségét, a magyar kormányzatot és a magyar kormányfőt sem. Whether he believes that he won or lost this hand, he was gambling not with money, but with the US-Hungary relationship. A Pressmannel kialakított eddigi fagyos viszony helyett a kormány most baráti hangvételre számít Washingtontól, miután a miniszterelnök tusványosan is Trumpot és a béketeremtő készségeit méltatta. Even now, despite tremendous loss of lives and destruction of much of that country, I would have a peace deal negotiated within 24 hours. Trump ugyanis azt ígérte, hogy egyetlen nap alatt elhozza a békét az orosz-ukrán háborúban. De hogy ez valóban így lesz-e, az még erősen kérdéses. Ahogy az is, hogy az USA mennyire fogja tolerálni az Orbán kormány egyre szorosabb gazdasági viszonyát Kínával. Valójában mi nem akarunk mást, mint amit az amerikaiak. Hát mit akar Donald Trump meg az amerikaiak? Hát jó üzletet akarnak kötni a kínaiakkal.
Tehát ők nem ki akarják lökni a földről a világűrbe a kínaiakat, ez alig ha lehetséges, hanem azt mondják, ezek itt vannak, erősek, fejlődnek. Az a feladat, hogy jó megállapodásokat kössünk velük. Aztán nagy viták után majd megállapodnak. De mi se akarunk más, tehát mi is csak jó megállapodásokat akarunk kötni a kínaiakkal. Trump ehhez képest egyértelműen főriválisának tekinti Kínát. A kampányban például arról is beszélt, hogy 60%-os védővámot vetne ki a kínai termékekre, hogy megvédje az amerikai piacot. A magyar kormány pedig épp eközben hirdet gazdasági semlegességet.